tudjátok, hogy elindítottunk tavaly egy sorozatot, melyben a kapusedző kollégák minden hónapban megnevezik az általuk legjobbnak vélt, legjobban dolgozó kapust, és ő megkapja a hónap kapusa címet, illetve a Levente pedig átad neki egy kesztyűt. Úgyhogy ebben a hónapban, ami a novemberi hónap, csak egy kicsit tolódott a bajnokság vége és a felkészülési időszak miatt az átadás. Szerintem egy nagyon nagy tapsot megérdemel, Lőrincs Zsolt lett a hónap kapusa. Gratulálok, sok sikert kívánok. Gratulálok. Gratulálok. Jó, és szokás még, hogy ilyenkor Levente egy pár szót mond a csapatnak. Elnézést kérek, hogy csak most tudtuk átadni, de tényleg ez így a szünet is benne volt, és a felkészülési időszak is így közrejátszott, hogy csúsztunk, meg még használtam ezt a kesztyűt Törökországba, úgyhogy én is megcsúsztam így a kesztyűkkel. Tényleg neked és a többi és a másik kapusnak is ugyanilyen kitartást és alázatos munkát kívánok, és minél kevesebb volt, minden edzésen tegyétek oda magatokat, és próbáljátok meg elkeseríteni a mezőnyjátékosok dolgát. Én mindig szeretem őket azért ütni, úgymond, mert szívom a vérüket, és tényleg egy olyan harci helyzet van edzésen is, szóval minden edzés az legyen az, hogy te akarod megnyerni akár az egymás közötti játékot, te egy győztes csapatban legyél, vagy a mezőnyjátékosok, hogy lehet csinálni ilyen versenyeket, hogy ki hány gólt lő, hogy akkor te csokiba vagy egy üdítőbe, tök mindegy, csak az, hogy tényleg legyen egy olyan, majdhogy nem egy meccs helyzet, hogy éles legyen a szituáció edzéseken is, mert ezt fogjátok kivinni a pályára. Uraim, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, további jó edzést nektek! Köszönjük szépen!